A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2002-2003-as tanévtől szervez különböző nyelvtanfolyamokat, angol, német, orosz, ukrán, magyar, angol, illetve alap, közép és felsőfokon teszi ezt. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a magyar, mint idegen nyelv iránt van, ezért úgy döntöttünk 2016 márciusában, hogy ezt a lehetőséget nem csak Kárpátaljai Főiskolán, a Beregszászon biztosítjuk a hallgatók számára, hanem minden olyan településen, ahol erre igény van, tehát legalább 8 fő jelentkezik és tanulni szeretné a magyar nyelvet. 2016 márciusától 5 turnust valósítottunk meg. Ez idő alatt 21.447 jelentkezőn volt, és 13.199 fő kapott tanúsítványt, ez alatt az 5 turnus alatt a magyar kormány támogatásával valósulnak meg ezek a képzések, így teljesen ingyenesek a résztvevők számára. Ami az elmúlt, tehát az 5. turnust illeti, 2018. november 15 és december 15 között lehetett jelentkezni a képzésekre. Ez idő alatt 3005 fő nyújtotta be jelentkezését. Majd a Munkácsi Sportakadémia márciusban kérvényezte, hogy számukra is, a diákjaik számára is rendezzünk vagy szervezzünk tanfolyamot, így ők pluszban 105-en iratkoztak be a képzésekre. Összességében elmondható, hogy 3110 fő tanult az 5. turnusban, 37 különböző településen, 49 helyszínen, hiszen voltak olyan települések, ahol egy helyen nem fértünk el. Ilyen volt például Ungvár, ahol 1064 fő jelentkezett, így 9 helyszínen zajlottak a foglalkozások. Egyébként 10 járásban Kárpátalján, illetve Kárpátalján kívül Ivano-Frankovszk 3 csoporttal és Kijev is 1 csoporttal csatlakozott hozzánk. Kérvényezték a főiskola rektorától, hogy számukra, tehát Kárpátalján kívül is megvalósíthatóak legyenek ezek a tanfolyamok. Összességében 206 csoportban zajlottak a foglalkozások, 115 csoportban alapszinten, és 91 csoportban pedig haladó szinten, tehát 1565-en már olyanok voltak, akik korábban valamilyen turnusban részt vettek a magyar foglalkozásokon. Nagyon számunkra az, hogy 35 gyermekcsoportot alakíthattunk ki, 27 alapszinten, és a többi pedig középszinten tanulhatta már a nyelvet. Ez 663 gyermeket jelent, egyre több gyermek tanulja a magyar, mint idegen nyelvet ezeken a tanfolyamokon. Újdonság volt az, hogy azoknak, akik már több alkalommal iratkoztak ezekre a képzésekre, biztosítottuk a nyelvismereti szintfelmérés lehetőségét, hiszen 2016 óta működik a főiskolán a Nemzetközi NCL Nyelvvizsga Központ, és itt szintfelmérést is végzünk a felnőtt képzési központ keretein belül. 108 fő élt ezzel a lehetőséggel a tanfolyamosok közül, és mindenki leadta, mind a 108 jelentkező sikeres vizsgát tett, 13-an A1, 46-an A2, 44-en B1, és 5 fő pedig B2 szinten teljesítette a nyelvet, ami szerintem nagyon nagy siker. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeresek voltak az elmúlt időszaknak a tanfolyama is. Ez látszik abból, hogy nagyon nagy az érdeklődés a következő körre, a következő tanfolyamokra, úgyhogy várjuk a kormánybiztos úrnak a mai bejelentését, hogy folytatódnak-e a tanfolyamok a következő fél évben, vagy a következő tanévben. Azt gondolom, hogy egy nyelvet megtanulni nagyon fontos, hiszen azzal, hogy a nyelven beszélünk, a hozzátartozó kultúrát is megismerjük, így hidak épülnek nemzetek és nyelvek, népek között, és ha egy emberhez szólunk egy nyelven, amit megbeszél, amit ő is ért, ugye szívéhez nem érünk el max az értelméig, de ha a saját nyelvén szólunk hozzá, még akkor is, ha törik a nyelvet, vagy nem egészen helyesen fejezzük ki magunkat, akkor valahogy egy kicsit közelebb érzi magát hozzánk, tehát a szívéhez ér el az, amit mondunk, és ezáltal nem csak a világnézete bővül egy embernek, hanem az empátiája, toleranciája, együttműködése. Úgyhogy remélem, hogy sikeresek voltunk, és hogy a jövőben is elérik a célokat a tanulók, akik ide beiratkoznak.